Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Jelics Fanni vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Amfetaminolajból készített volna kábítószert, vádat emelt az ügyészség a pincehelyi férfi ellen. Kultúrházak éjjel-nappal, színes programok és megemlékezés Dombóváron. Lecsót főztek, fesztivál a Dunaparton, Tolnám. Tolerancia nap. Fontosnak tartják a roma hagyományok ápolását Zombán. A Tolna vármegyei főügyészség minősített kábítószer kereskedelem büntette miatt emelt vádat egy 45 éves pincehelyi férfi ellen, aki külföldön megszerzett amfetaminolajból akart kereskedelmi célból nagy mennyiségű kábítószert készíteni. A férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda pécsi osztálya fogta el még 2023-ban. Így ütöttek rajta a rendőrök még tavaly azon a pincehelyi férfin, aki amfetamin olajból akart kábítószert készíteni. Az amfetamin egy mesterségesen előállított szerves vegyület, melyet korábban elterjedten használtak gyógyszerek alapanyagaként, újabban viszont inkább stimuláló hatású kábítószerként ismert. A férfi ellen a napokban emelt vádat a Tolna vármegyei főügyészség. A vádirati tényállás szerint a vádlott 2023 májusában egy bérelt gépkocsival külföldre utazott, abból a célból, hogy kábítószer alapanyagot, úgynevezett amfetaminolajat szerezzen meg. A férfi a bérelt gépkocsival külföldön megszerzett amfetaminolajjal, miután hazaért a lakóházához, a rendőrök már figyelték, emiatt azonnal ellenőrzés alá vonták. A férfi lakóhelyét és gépkocsiját átkutatták. Különféle kábítószereket, továbbá kábítószer szállítására, valamint készítésére, kimérésére és kiadagolására szolgáló eszközt, többek között alkoholt, kénsavat, elektromos mérleget, keverőgépet, üres műanyag simítózáras tasakokat, gumikesztyűt foglaltak le. A férfi az elfogását megelőzően kokaint is fogyasztott. A vádlott az amfetaminolajból a lakóhelyi lefoglalt anyagok felhasználásával a higítás mértékétől függően akár 90 kg-nyi kábítószert is előállíthatott volna, amelynek értékesítéséből kívánt rendszeres haszonra szert tenni. A főügyészség a férfit jelentős mennyiségű kábítószerrel kötött kábítószerkereskedelem büntetével vádolja, amely bűncselekmény 5-től 20 évig terjedő szabadságvesztése vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. A jelenleg is letartóztatásban lévő speciális bűnismétlő vádlottal szemben az ügyészség 11 év fegyházbüntetés, 10 év közügyektől eltiltás, valamint 1.250.000 forint pénzbüntetés kiszabását indítványozza a szexádi törvényszéknél. Dombóváron kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozatra látogathattak el az érdeklődők szeptember 20 és 21-én. Számukra az eseményen sokféle színes programmal készültek a szervezők. A nap során emléktáblát is avattak. Kiemelt programok közé tartozott a Kultúrházak éjjel-nappal című rendezvényen Dombóváron, hogy megemlékeztek Nyers Sándorné Juhász Magdolnáról, aki fontos része volt a város életének. Az ő emlékére állítottak emléktáblát a Dombóvári Művelődési Házban. Juhász Magdolna haláláig az intézmény igazgatói posztját töltötte be. Emlékezést tartottunk itt az előtérben. Nem véletlen a helyszín, hiszen egy olyan személyre emlékezünk, aki ebben az előtérben nagyon sokat megfordult. Gyakorlatilag itt élte az életét a családja mellett. Nyers Sándorné, Juhász Magdolnáról beszélek, aki 44 éves korában nagyon fiatalon távozott közülünk. Ennek is immár 31 éve. Magdi néni az idén lenne 75 éves, ezért találtuk most gyakorlatilag ezt, úgy gondoltuk, hogy ez az időpont lenne arra alkalmas, hogy méltó emléket állítsunk neki. Az idősek is nagyon jó csapatépítő foglalkozásokon vettek részt, és mutatták be, mivel töltik szabad idejüket. Október 15-e lesz 10 éve, amikor megindította a volt polgármester, azzal a céllal, hogy az élteskorúak valahol összejöjjenek, hogy ne otthon üdögéljünk 70 pluszosok, hanem találjunk magunknak egy kis helységet. És akkor mi meg szeretünk barkácsolni, és ilyen munkákat végzünk a találkozások alatt. A quillingezünk, gyöngyözünk, mit tudom én, varros, ott is hát ugye látszanak azok, amiket úgy varrunk géppel, ilyen edénytárolókat, vagy edényeket takarunk levele.
saját szórakozásunkra csináljuk, meg arra, hogy együtt lehessünk egymással. A fiataloknak pedig, illetve azoknak, akik szerettek volna megismerkedni a darts sporttal, lehetőségük volt kipróbálni ezt a fajta kikapcsolódást. Gyerej Attila ismertette az elért eredményeket. A polgármester segítségével megkaptuk a művelődési háznak az egyik termét, és hát azóta 30 főre bővült már a kis 10 fős társaságunk, országos versenyekre járunk, vannak már országos dobogós eredményeink. A Dombóvári Kultúrházak éjjel-nappal részletesebb programsorozat bemutatóját a Dombóvári magazinunkban tekinthetik meg. A szekszárdi járásbíróság 2 év 6 hónap fogházra ítélte azt a férfit, aki még 2019-ben egy mezőgazdasági vontatóval Tengelicről Szedres irányában egy kereszteződésben nem adott elsőbséget egy jobbról érkező személygépkocsinak, így balesetet okozott. Az ütközés következtében az autó utasai közül 3 életüket vesztették. Az ítélet nem jogerős, a vádlott és a védője felmentésért fellebbezett. Az ügy a szekszárdi törvényszéken folytatódik másodfokon. Online kérdői formájában kéri ki a fesztiválról a vendégek véleményét a szekszárdi szüreti napokat rendező Babits Mihály Kulturális Központ. A felmérésben többek között arra kíváncsiak, hogy a hétvégén kilátogatók mennyire voltak elégedettek a programkínálattal, a tisztasággal és a vásárok kínálatával. A kitöltők azt is jelezhetik, hogy milyen fellépőt látnának szívesen a jövő évi rendezvényen. A kérdőív az intézmény Facebook oldalán is honlapján érhető el. 3 civil szervezet összefogásának köszönhetően valósult meg a Dunaparton szeptember 21-én egy kellemes hangulatú lecsófesztivál tolnám. Akadt májas, rizses, tojásos, virslis, kolbászos, csülkös is a bográcsokban. Így a színes választékból mindenki talált kedvére valót. Az egyik kezdeményező a Vándorló Szépkorúak baráti köre volt. Vezetőjük mutatta be nekünk a fesztivált. A mai rendezvényünk az az első Hódolomáti Lecsó Fesztivál. Idáig tartottunk a 5 Lecsó Fesztivál, de azt a Festés utcában a házunk előtt, és kinőttük. Nagyon sokan vagyunk a mai napon, 130-an vagyunk. 2 civil szervet csatlakozott az ötletünkhöz, a Tólai Sárkáhajósok, a Kovács Gábor féle társaság, és a továbbosok, a tovább szabadidős csoport, a Müller Józsinak a csoportja, a kerékpárosok, és nagyon nagy örömmel fogadták a meghívást, eljöttek, és együtt főzünk 10 bográcsba. Gut Lászlóék rizses lecsót készítettek, ahogy fogalmazott, gazdagon, kolbásszal, szalonnával, virslivel. Én rendszeresen főzök, tehát szeretem ezt a konyhai, nem ez a szakmám, de beleszerettem ebbe az egész dologba. Kovács Alexandráéknál pedig igazi csapatmunka folyt. Én egyébként nagyon szeretjük a lecsót, úgyhogy a fiúk voltak, akik a lecsót készítették, mi pedig többiek részt vettünk itt a játékokban. A zsűri tagokat is gondosan választották ki. Az egyik bíráló Szőke Anikó volt, a Snita Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület Dél-Dunántúli Régió elnöke. Ő mesélt nekünk a legjobbnak ítélt lecsóról, amit Aranyosné Györgyék készítettek. Ők a tavalyi nyertestől megkapták a vándorfakanalat, amit most egy évig őrizhetnek majd. A győztes étel elég tartalmasan készült el, hiszen ők is fűszerpaprikát használtak, kissé paradicsomos ízvilágot jelentett meg az ételük, használtak hozzá tartalmasabbá téve füstölt kolbászt és vízslit. Az idő és a hangulat is remek volt a Dunaparton, ahol a főzés mellett az egész délután kulturális programokkal és zeneszóval színesítették, a bátrabbak pedig kipróbálhatták a sárkányhajózást is. A Magyarság Háza galériájában szeptember 29-ig látható Magyarul beszélő tárgyak Törökországból című kiállítást tekintette meg Potápi Árpád János államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, Törökország budapesti nagykövetével, Gülşen Karanis Eksioğlu-val. A kiállítás a Törökországban élő magyar diaszpóra relikviáiból mutat be válogatást. A politikus Facebook oldalán azt írta, a jól felismerhető magyar és török motívumok révén átérezhetjük a szülőföldjüktől távol élők ragaszkodását a gyökereikhez.
Befejeződött a Biztonság hete baleset megelőzési kampány. A prevenciós rendezvényeken Tolna vármegyében több mint 1200 gyermek és számos család vett részt, ahol elsődlegesen az elektromobilitási eszközökkel, kerékpárokkal kapcsolatos közlekedésbiztonsági tanácsokat osztották meg a szakemberek a megjelentekkel. A rendezvény sorozat záró állomásán a szekszárdi szüreti napokon is találkozhattak az érdeklődők az egyenruhásokkal. Országos ifjúsági hexasak bajnokságot tartottak Bátaszéken, a II. Géza gimnázium épületében. Lódi László, az esemény egyik rendezője, több mint 4 évtizede vesz részt aktívan a hexasak világában, szervező társaival többek közt a sportág népszerűsítését tűzte ki céljául. A megmérettetésen összesítésben a Tamásiból érkező Győri Máté ért el első helyezést. 19 vállalkozó szellemű gyermek jelent meg itt a mai napon ezen a rendezvényen, és nagy küzdelmek zajlanak. Vannak, akik már előrébb tartanak a hexasakba, akik már pár éve játszanak, van újonc versenyző is, nyilván nem egyszintűek, de azért én úgy látom, hogy a fiatalabbak is eléggé jól harapnak, úgyhogy dicséret illeti mindenképp őket is. És hát én tudom ajánlani sok gyereknek ezt a sportágat. 16. alkalommal rendezték meg a Tolerancia Napot Zombán. Az eseményen több meghívott romatánc csoport és egyesület lépett színpadra, és adta elő a térségükre jellemző hagyományos táncaikat. Szancsik Mária, a zombai roma nemzetiségi önkormányzat elnöke fontosnak tartja a helyiek, illetve a környékbeliek összetartását, a hagyományok kápolását, továbbadását a fiatalabb generáció számára. És mi nagyon fontosnak tartjuk, úgyhogy mi már az egyesületünk 20 éve foglalkozik a roma hagyományőrzéssel, mint fő profillal, nem csak helyben, hanem Tolna megyében, Magyarországon, sőt Romániában is felléptünk már a kis csoportunkkal. Úgyhogy én a táncon kívül nagyon fontosnak tartom, hogy roma népismeretet is tanuljanak a gyerekek, így az iskolába beszoktam menni nemzetiségi héten, roma népismeret órát tartani a gyerekeknek. A Tolerancia Napon fellépett a Pári Aranyeső Tánccsoport, a Decsi Roma Tánccsoport, a Dunaszekcsőiek, valamint az Újéregi Kiscsillagok is megmutatták tudásukat. A megjelenteknek finom ebéddel is készültek. Az ebéd egy cigány hagyományos pörkölt lesz lecsóval és punyával, illetve tésztát is főztünk, mert valaki azt szereti. Savanyúsággal, úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk a vendégeket. A kicsiket ingyenes körhinta és gyöngyfűzés várta. Regionális híreink következnek. Árvíz, tetőzés Mohácsnál. Gőzcsónakok a Balatonon. 3 egyedi építésű járművet csodálhatott meg a közönség Balatonbogláron. Kerékpáros közlekedés és vetélkedő. Pénzzel segíti a kicsiskolások felkészítését a politikus. Mohácsnál várják az árvíz tetőzését. Ez az egyik legveszélyesebb időszak az árvíz szempontjából. Kedden délelőtt 11 órakor 891 cm-nél volt a vízállása. A tetőzéshez még 2 cm kell, melyhez 24 óra szükséges, mondta Bencs Zoltán, a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója. A Duna hosszabb tetőzése várható kedden Mohácsnál, majd ezt követően levonul az ár, a víz elhagyja az országot délre. A védelmi szakasz megszüntetése szombaton lesz, tájékoztatott Bencs Zoltán, a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Most 891-892 cm-en van a vízmérce itt Mohácsnál. Azt jelenti, hogy még kb. 2 cm-t várunk, tehát 894 cm az, ahol tetőzni fog a Duna. Ez egy kicsit hosszabb tetőzés, ez egy ilyen majdnem egy 24 órás tetőzés, és utána kezdi el az apadást a folyó. Mivel fölöttünk van Gemenc, és a Gemenc az egy nagy víztároló terület, ezért a fokozatunk, az első foki fokozatunk hosszabban fog tartani, hiszen a kiáramlott víz most fog visszajönni utána, hogy az árhullám csúcsa elmegy.
úgyhogy a védekezést a Mohácsi védelmi szakaszon szombaton este 6 órakor fogom megszüntetni, akkor kerül a vízszint első fok alá, tehát amikor már teljesen biztonsággal mondhatjuk, hogy az árvíz elvonult. Ez szombaton este 6 óra. Benny Zoltán hozzátette, a töltés szakaszukon a közlekedést, a biciklis, gyalogos és gépkocsi közlekedést teljesen lezárták, és a rendőrök mindezt ellenőrizték. Ez a munkafolyamatok zavartalan végrehajtása véget történt. Ezt a lezárást azonban pénteken este 6 órakor feloldják, és mindenki újra igénybe veheti a Duna töltését. Már eddig is jelentős mennyiségű hordalék, nagyméretű tárgyak, állati tetemek kerültek a folyóba, fogalmazott az igazgató. Találkoztunk is, és még várható is, és nagy valószínűséggel ez néhány helyen problémát fog jelenteni, de ezt a folyamért felelős hajózást figyelő csapat ezt továbbra is szemmel tartja, és ki fogja adni az engedélyeket, de hűtőszekrénytől kezdve uszadékfán át, úgy ahogy mondta, tetemeken keresztül minden érkezett. Ez ilyenkor mindig így van, tehát ez most lehet, hogy a kedves nézőknek egy furcsa információ, de ez minden árvízkor, minden árhullámkor a hordalékot, a parton lerakott anyagokat, ami vagy szándékosan, vagy csak gondolatlanságból ott hagyott berendezéseket megmozdítja és magával hozza, és hát persze ez később, ahogy az ára elvonul, az veszélyessé válik. Na most, amikor a védekezésnek azt mondjuk, hogy vége van, akkor kezdődik nálunk az a munka, amikor ezeket a idehozott uszadékfákat és minden egyebet el kell távolítani, hogy a töltésünk biztonságban legyen, és hát a másik része pedig az, hogy a kirándulóknak és az itt élőknek ez ne okozzon problémát. Ott jártunkkor jól látható, hogy nem lehetett a kompot használni. Egy hajót azonban láttunk utasokkal közlekedni, éppen a kikötőből a Duna folyásával szembe felfelé vette az irányt. A szakembertől ennek is utána érdeklődtünk. A hajózás az egy vízi közlekedés, azt a hajózási felügyelet az, aki irányítja, és amikor úgy látja, akkor ezt a hajóforgalmat megszünteti. Nincs olyan akadály, ahol a nagyhajók ne közlekedjenek, ezért is látja ön, hogy engedik a hajóforgalmat. Itt ilyenkor általában magassági problémák vannak a hidaknak, a szerkezetének a magassága, ami esetleg egy nagyobb hajónak a forgalmat nem teszi lehetővé, de a kis hajók ilyenkor azt szoktuk kérni, hogy ne mozduljanak ki, hiszen a kis hajót egy ilyen uszadékfa vagy bármi nagyon csúnyán károsítani tudja. A Duna ezen szakaszán a vízminősége továbbra is megfelelő, a szakemberek nem találtak beavatkozásra okot. Gőzcsónak találkozót tartottak a hétvégén Balatonbogláron. Három egyedi építésű járművet csodálhatott meg a közönség, a kiállítók között volt olyan, aki Sopronból érkezett. Ezzel az eseménnyel zárta az évet a Balaton csavargőzös és műemlékhajó. Ez egy tűzcsöves kazán, olyan, mint a vonatokban van. Tehát van egy ilyen nagy hordószerű valami, tele van vékony csövekkel, amin alulról a tűzből feljövő füst és meleg melegíti a kis csövek körüli vizet. A hajótestet 14 éve vásárolta Málics György, a hozzátartozó gőzhajtású gépet pedig ő maga rakta össze. Több mint 18 év munkája van a gőzkacsa megépítésében. Először fölépítettem a gőzgépet, kitaláltam, lerajzoltam, megcsináltam, aztán a kazánt építettem hozzá, és amikor ez így komplett megvolt, akkor az interneten találtam ezt a héjat, azt a csónaktestet. Ez a Budapest-tengerjárónak volt a mentőcsónakja. Úgyhogy amikor a több réteg festéket levakartam, akkor megtaláltam a sárga feliratot rajta. Hogy... Nem csak a gőzkacsát csodálhatták meg az érdeklődők hétvégén Balatonbogláron, a Szent Martin nevet viselő kis csónak Balatonakaliból érkezett. A német tulajdonos szintén a két kezével rakta össze a gőzhajtású gépet, kislánya pedig mindig segít a balatoni utazások során. Mondjuk, hogy a kér fát és a fűtésnek, akkor mondjuk adok neki, ott hátul a kabinban van fa, és akkor erőre adok neki párat. A balatonboglári kikötő talán legnagyobb látványossága a csavargőzös, amely ma már műemlékhajóként üzemel és évente több ezer látogatót fogad. A szervezők közel 10 éve döntöttek úgy, hogy gőzhajtású csónakokat is bemutatnak az érdeklődőknek.
Maga a gőzcsónakozás az Nyugat-Európában és Angliában egy nagyon elterjedt hajózási forma, egyfajta hobbi. Ha valakinek elég technikai affinitása van, és érez magába erőt, energiát és időt az építésre, akkor épít magának egy ilyen csónakot. Nekünk a csavargőzös hajóval teljesen egyértelmű volt, hogy a Magyarországon pillanatnyilag itt lévő hajókat összehívjuk, hiszen maga a gőzgép összeköt minket, és minden évben egy találkozót szervezünk a gőzcsónakok számára. Idén 3 gőzcsónak érkezett az országnak 2 nagy pontjáról, az egyik a Balaton, itt a déli parton és az északi parton van egy-egy gőzcsónak, illetve Sopronból érkezett egy gőzcsónak, ami a Mosoni-Dunán és a Rábán szokott közlekedni. A program évről évre népszerűbb, és sok turistát vonz az őszi Balatonhoz. Nagy büszkeségünk itt a csavargőzös, most már ugye 15 éve újra a fedélzeten lehet megtekinteni a régmúlt eseményeit, és ezek a kis hajók is egy nagyon szép gesztus a cégek részéről, hogy eljöttek és megmutatják magukat. Akkor igazi kuriózum Vogláron itt a nyár végén, remélem sokan élvezik majd. Bár a szezon véget ért a hétvégi programmal, a szervezők már a következő eseményt tervezik. Áprilisban egy veteránautó bemutatóval várják az érdeklődőket, de egy nemzetközi gőzcsónak találkozót is szeretnének megvalósítani. Ki a mester 2 keréken? Ez a címe annak az országos közlekedés biztonsági vetélkedőnek, amelyen jó eredményeket érnek el a pécsi kisiskolások. A felkészítés központja a Kertvárosi Általános Iskola a testvérvárosok terén. A mobilitási héten itt tartottak bemutatót, ahol kiderült, hogy anyagi támogatást kapnak a felkészüléshez. Ügyességi pálya pécsi testvérvárosok terei általános iskolánál a Ki a mester 2 keréken kerékpáros közlekedés biztonsági vetélkedőn vehetnek részt azok a kisiskolások, akik jól teljesítenek az akadályoknál, és kiemelkedően jól ismerik a kreszt. Szentkereszti Réka már komoly eredményeket ért el ebben a megmérettetésben. 2 éve nyertem meg az országos versenyt, és ez a Ki a mester 2 keréken verseny volt, és onnan mentünk Zadarba, Európa-bajnokságra, és 8. helyezést ért el a csapatunk. Idén is szeretnék menni, és meg szeretném nyerni, és nagyon szeretem, mert szerintem nagyon hasznos, és nagyon jó egyébként elég. A 2 évvel ezelőtti országos verseny döntőjét Egerben tartották. Baranyát Réka és Szabó Adrián Zénó képviselte, aki szintén a testvérvárosok terei iskola tanulója. A fiatalok felkészítője, az iskola tanára, Szentkereszti Réka apukája volt. Hát szeretem biciklizni már kisgyerekkorom óta, és megláttam, hogy van egy ilyen verseny, Tamás bácsi mondta, és hát megtetszett. Egyszer csak megláttam, hogy a Tamás bácsi gyereke, a Réka is itt biciklizik, aztán hát igen, megtetszett. Közben már készülnek a fiatalok, hogy ők is jó eredményt érjenek el ezen a kerékpáros közlekedés biztonsági vetélkedőn. Szerintem nagyon érdekes, és azért érdekes, mert akármilyen hát ilyen pályákon mehetsz, és nagyon jó rajtuk menni. A kerékpáros közlekedés a fiatalok kressz ismereteinek mélyítése a mobilitási héten az egyik program elem volt szeptember 20-án. A bemutatóval a gyerekek és szülők figyelmét hívták fel, hogy fontos a szabályok ismerete és a fenntartható közlekedés. Ennek az apropója az, hogy elkészült Kertváros-Uránváros közötti bicikliút, és majd a következő ciklusban tervezzük megvalósítani a Kertváros-Belvárossal összekötő bicikliutat. De amúgy ezekben az iskolákban korábban is, már itt a testvérvárosok terén például korábban is nagy hangsúlyt fektettek a gyerekek biciklis közlekedésére. Ezt a folyamatot én most azzal szeretném segíteni, hogy a képviselői keretemből 1 000 000 forinttal támogatom a 4 kertváros iskolát, amiből ők vagy biciklitárolót, vagy bicikliszervizet, vagy éppen biciklit vesznek ahhoz, hogy a gyerekek körében minél népszerűbb legyen ez a közlekedési mód. A kerékpáros foglalkozások és a hozzá kapcsolódó országos, illetve nemzetközi versenyeknek több célja van. Az általános iskolai tanulók közlekedés biztonsági tudásának felmérése, az oktatás módszertani segítése, valamint a gyermekek közlekedési kultúrájának magasabb szintre emelése, ezzel pedig a biztonság növelése a mindennapokban. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer röviden.
amfetaminolajból készített volna kábítószert. Vádat emelt az ügyészség a pincehelyi férfi ellen. Kultúrházak éjjel-nappal, színes programok és megemlékezés Dombóváron. Lecsót főztek, fesztivál a Dunaparton, Tolnám. Tolerancia nap, fontosnak tartják a roma hagyományok ápolását Zombán. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb időre mindenhol kisüt a nap. Elszórtan várható eső, zápor, délután zivatarok. A délnyugati szél többfelé megélénkül. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!